Sziasztok, hackerek! Sziasztok, hackerek! Az én nevem Jusszuk 12, és ebben a streamben itt lesz velem. Morbi Entropy. És Mati Fighter. És de Matikán akkor mindenki látszik. Hát igen, Nándinak nagyon magas lázom, de elkapta valami vírus, úgyhogy most ő... De így se akarta kijönni, csak kétben. Hát ő nézi most felment inkább, és ott fekve nézi a mobilján. Na szóval a lényeg, hogy ma inkább én fogok beszélni, úgyhogy bekészítettem nektek egy mézes parancsot. Egyéb. Gondolja valaki. Meg nasiból válaszunk valamit? Aha. Stream nasinak? Igen. Na de már meglátom, hogy mindjárt egy kérdést feldobok először. Ugye a mai alkalom onnan indulunk, hogy nem tudom, emlékeztek-e még rá, néztük nyár végén a... Azt a filmet tudjuk? Rémen, az ember. Mi? Igen, is mondtam a fő címet. Milyen film? Ez nem amit a múltkor mondtam, a 24-et, tehát ez nem a Monty Hall probléma, hanem a eső ember, emlékeztek még rá? A Tom Cruise, abban volt egy olyan rész, amikor van az autista öccse vagy bátya tesója, Raymond azt hiszem talán a neve, és az étterembe leejti a fogpiszkálókat, kiborul, és megmondja, hogy hány darab van a földön, de nagyon sok, ilyen több száz, nagyon sok kiborul. 246. Nem tudom, mennyi, valamennyi. 2046? Uh-huh. Na mindegy, de a lényeg, hogy ugye a Tom Cruise nem akar elhinni, hogy megbírta mondani, és már mennek is el, de ha visszaszól akkor a pincérnő, hogy... Hogy menne, itt hiányzott, mert igazából egy... De valami... Tehát 250 volt, de négy, aztán visszaszól. De a lényeg, hogy pontosan megmondta, hogy hány van, ugye, és azóta bennem volt a fejemben, hogy kéne egy olyan programot írni, ami ezt próbálná csinálni, ránéz valamire, és megmond egy pillanatot, hogy hány darab van belőle. Egy darab programnak ez könnyű. Hát nem könnyű a programnak se, ráadásul, de nem is erre gondolok, hanem visszamondott még az agyfaluba, amikor kísérleteztünk, az agyfaluba, ott volt egy olyan rész, amikor azzal foglalkoztunk, hogy a 0-tól 9 számjegyig akartuk, hogy a faluba egy ház reprezentálja a számjegyet, ugye? És most ugyanezt akarom, hogy reprezentáljuk a számjegyeket, és akkor játszunk egy gondolatkísérletet, figyeljetek, fölvillantok egy képet egy pillanatra, és számoljátok meg, hány pölt lesz rajta, oké? Okay? Felkészültetek? Mi? Ránézésre, mint a Raymond a filmben. Kész vagytok? Öt. Mati, hat. Szerinted? Hat volt. Hat, szerintem is. Várja. Hét. Na, Greta, egy számot kérek. Hét. Hat. Hét, hat, és nézzük meg akkor ténylegesen. Már 7, ugye, mert a fájnév is ott van 7, és 3, 4, 5, 6, 7. Szóval még az emberi intelligenciának se könnyű, jó? De néha én úgy érzem, hogy ránézek valamire, és abból csak 2 van, vagy 0, vagy 1, vagy 3. Ránézem, megjegyzem a képet, aztán fejben elkezdem számolni. Na de ha most ránézel valamire, mondjuk itt a ránézel a monitorra, ott van a két webkamera. Nem kell külön számolgatom 1-2, hanem mint... Jó, hát de már nagyobb számoknál. Hát ezzel fogunk foglalkozni, elkezdünk egy új projektet. Még egy ilyen. Hát de most csak egyel készültem. Elkezdünk egy új projektet, ahol ezt fogjuk csinálni. Tessék, itt van, legeneráltam 60 ezer darabot. De ezek csak kicsibe vannak. Jó, de mondanám, hogy mit csinálunk. A projekt neve az lesz, hogy Semantikus MNIST. Jó? Nem tudom, emlékeztek-e még az MNIST-es témára. Ezzel még csak egyszer foglalkoztunk, mindjárt ide bejövök. Ugye itt lesz ez, hogy azt mondom, hogy már foglalkoztunk vele, mert bemegyek a dokumentumokba. Nem, ez nem a gépen is. De persze, a Bátfeja Sourcestream, TensorFlow, itt volt. És itt futtatom akkor már most a milyenket, jó? Azt mondom, hogy a Python, és beadom neki a... És a softmaxos Python, de a lényeg, hogy akkor itt a MNIST az volt, hogy vannak ugye számjegyek, és a számjegyeket megmondani a programnak, hogy hanyas, ugye ez egy 8-as számjegy, megmondta, hogy hanyas. Ja, igen, igen, emlékszem. És most azt szeretnénk, hogy akkor a számjegyek helyett mi egy olyat adunk be, egy olyan képet adunk be neki, ahol csak pöttyök vannak, és a programnak az a feladat, hogy megmondja, hogy most kicsináltok, hogy hány pött van. Mind a Raymond ugye ráállított és megmondta, hogy mennyi van. De mondom, de én nem azt akarom, hogy megszámoljam, én csak azt akarom, hogy kideríteni, melyik az a határ, amire mondjuk az alapprogramok azt tudják mondani, hogy ránézésre megbírják mondani, hány van rajtuk. Jó? Tehát nem arra hegyezném ki, mint a Raymond, hogy 246, amit ti mondtatok, hanem hogy az ilyen alapprogramoknál, hogy az embernél is biztosan egy határa ránézek valamire, és tehát mintha a fejünkben ott lenne a priori mondjuk a 1-nek, a 0-nak, a 2-nek, a 3-nak a felismerése, jó, ezt akarjuk kikísérletezni, meg a szoftverekkel is.
Na de akkor indítom ezt a kis progit, mert módosítottam a korábbi. Tehát ebben az a poén, hogy esetleg, amiket megmutatom, hogy írtam egy programot, akkor itt van ez a generáló, amit Mati kérdezte, hogy hány ilyen képet. Hát mégis még nyithatnánk ki sok ilyen képet, mert végtelen sokat csináltam. Ugye azt mondjuk, hogy akkor ez a szemantikus MNIST generáló C++ program. És itt van, hogy ott kell futtatni, és itt van látok, hogy ez 60 ezer darab képet megcsinál, ugyanolyan formátumban, mint az eredeti MNIST-es adatbázis. Tehát lehet látni, hogy így megy, és akkor szépen áll, elég gyorsan végigszalad. Ugye már 30 ezernél van minden, 30 ezer. Összeadogatja vagy? Nem, ez most csak generálja a képeket. Tehát most azt csinálja, hogy csinált 60 ezer darab ilyen képet. 59.999. Hát mert nullától kezdtem számolni. De ugye a lényeg, hogy látod minden egyes képhez, mert ugye neurális rendszereket akarunk tanítani. És ehhez, hogy tanítsuk, ugye az MNIST-n emlékeztek, az volt, hogy meg volt adva a kép, hogy milyen szám egy, és mellette meg volt adva, hogy az milyen az a szám egy, ugye? Mm-hmm. Ugye az 0-as, 9-es, 1-es, 2-es, stb. Itt meg látod, mindig beírtam a fájnébe, ugye, hogy ezen mit tudom én, 7 darab van, ugye itt most ez a 7 darabosak, és ott van a fájnébe, hogy 7 darabosak ezek a képek, jó? És akkor ilyenekkel akarom tanítani. És az a trükk, hogy úgy csináltam meg, hogy ez a program binárisan kompatibilis az MNIST eredetivel. Tehát akinek volt MNIST-es programja, az kicseréli a képeket, és már is futtathatja a programokat. Lehet vele kísérletezni, hogy mi történik. Na és akkor én pont ezt csináltam, hogy fogtam akkor egy régi, még amikor a TensorFlow kijött, még akkor csináltunk egy ilyen kis, a SoftMax-os példaprogram alapján egy példaprogramot. Hol van már ez? Dokumentum. Ez ugye itt nincs beállítva a virtuális gép. Ja, itt lesz. Na és akkor itt futtatom. Először akkor ezekkel a képekkel fogja tanítani, majd lesz a tanítás, ugye itt van a tanítás, mert ez volt egy ilyen, hogy ez a nulla, a nullához tartozó súlyoknak a grafikus ábrázolásáról beszéltünk. Ugye itt olyasmire gondoljatok, hogy általában ott, ahol sárga volt, ugye ott az lehetne, és ami nem az volt, az inkább ellenbizonyíték. Itt ugye az 1-es szám, ugye a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. Hát láthatjuk, hogy ez adja meg a program nehézségét, mert ezt ugye azért jó, hiába, hogy az ördögtől való ugye a mélytanulásos neurális háló, de azért talán érezhetitek, hogy ez nem lesz az olyan könnyű felismerni ezeket így. Tehát alapban szerintem ezek így nem fognak megoldáshoz jutni. De és akkor itt, hogy biztosak legyünk benne, hogy itt már látjátok, ez nem számít az MNIST-be, tehát semmit nem csináltam. Egyszerűen a binárisan kompatibilis a generált képe, én csak lecsérítem a képeket, ez és már is. Darab. Nem, 9. Ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, szerintem most 9 az 3. De és akkor nézd meg, hogy 9, de ez akkor az MNIST-nek ugye ez a 45-ös tesztképe. Tehát ez már az általunk legenerált 60 ezer, mert ugye emlékeztek, úgy csináltuk, hogy 60 ezerrel tanítjuk, 10 ezerrel teszteltük. És itt most ugye itt beadom neki, hogy akkor nézzük meg, hogy ez a teszt 1000 kép között az a 45-ös tesztkép, és erről azt mondja, hogy ugye itt vannak a címkék, hogy ő mit ismert föl, első ugyan nullás számjegy, első, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, ugye? 1-es dobott be a SoftMax, ugye azt mondja, hogy akkor ő ezt 9-esnek ismerte föl, és tényleg, nem így van? Következő, ugye itt látszik, hogy ez mennyi? 5, mert ugye egy 2 egymáson van csúszva, és nézd meg, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hoppá, ez is jó, ugye? Akkor nézzük a... Nézzük pillanatra, felugrok még ide, hogy... Azért, mert sokat ne vártam, mert kijött a pontosára, ugye ez az eredeti képadatbázisra, ugye a kézelő számjegyekre, ez 0,89 környékén szokott lenni. Most már 0,6, tehát nagyon lemorult a pontosság. Tehát látszik rajta, amit mondtam, néztük a súlyú képeket, hogy az alapján nehéz, nem különültek el ugye jellemző minták a nullás mátrixra, az egyes súly mátrixra. Na de a lényeg, hogy menjünk akkor tovább. Ez eddig akkor 2-ből 2, ugye? Igen. Már ezen is csodálkoztam. 3, ugye itt akkor ez mennyi? 7. Azt mondja, hogy itt ez 7, és akkor nézzük, hogy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez is jó. Hoppá. Ezért és semmit nem nyúltunk a programhoz. Na, itt már. Ez ugyanúgy 7, ugye? Ez is 7, igen. Nem, az de már 8, nem. Az már 8-ot írja. Ja, várjunk, azt mondja, hogy 0-as, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ugye 0-tól vannak a számjegyek? Ez is jó. 2. 0, 1, 2, ez is jó. 0. Ugye 0, ez is van, nincs rajta. Egy. Csak 10-et írottam ki, ez is jó. Na nem, a totál 100%-os lesz. Hát ez hihetetlen. 2. Ez is 2. 4. 0, 1, 2, 3. Ez túl szerencsés kutatás. 0.
De ez már más, ez már itt más most, mert ugye itt azt mondom, hogy ugyanaz oké, okay, hogy rajzoltam kézzel egyet, ami nem tettem egyet se, ezt most azt látjuk itt, és arra azt mondja, hogy nullának is megy, arra is ment. Tehát látjátok, hogy nem sokat. Eddig mindjárt. Hát mindjárt, ez engem is meglepett, mert a pontossága csak 6 volt, de akkor bemegyek az éve, nézek egy jobbat, mert ugye eddig a pontosság nekünk mennyi volt, nézek a pontosságunk, ugye nem is jutunk a szoftverhez, 0,62. És azt mondja, hogy bemegyek, akkor most a friss tenzorflow ugye a repóban van. A keras ugye most általában ezzel a legkönnyebb futtatni. Itt lesznek a példák, és a példákon belül lesz egy MNIST-es. Nem lesz? Látok már, hol lesz az? Ugye mert CD-t írtam, és akkor futtassuk a Pythonnal. Ez viszont már tényleg, mert az előző nem volt mély tanulás, az csak egy nagyon egyszerű softmaskos program volt. Indítsuk el az MNIST-est, és mondjuk a konvolúciós neurális hálósat, ez az. Oké, és oké. Na és akkor ez most az a grafikus kártánk, egy jó külön kártyán futtatjuk, ugye meg, sőt most a napelemről, mert ugye majd bemutatjuk a streamen, úgyhogy azért merünk kiszámolni most már. Viszont ez sokáig fog tartani, 20 ilyen epok fog végigmenni, úgyhogy addig egy nasit választhatok, mert hát hihetetlen jó szerepet, nem is hittem, mert az előbb azt csináltuk, hogy 10 képre ráengedtem én, csak hogy megnézzük, lássuk, és mind a 10-re jó volt, ez hihetetlen. Biztos, hogy de csak jó, tehát látod, mi a 10-re jó volt. Ez nagyon jó volt. Így viszont már lehet látni, hogy a veszteségek... Nézd már! Ja, vártok már, túl jó, az veszteségek, ezek nagyon jók. Itt rosszat futtattunk szerintem. Persze, mert nem azért kell, mert ez az eredeti MNIST, ugye a sima MNIST. Nekünk, akik itt megpatkoltam, ugye ez a... Tehát nekünk ugye ez a... Mondjátok már, hogy neveztem a... Semantikus MNIST, mert ugye nem arra vagyunk kíváncsi, hogy milyen szám egy van rajta, hanem arra, hogy látja első ránézés, hogy hány darab szám egy van. De itt nézve, itt már azért a veszteség lényegesen nagyobb. Tehát figyeljétek, itt milyen nagyok a veszteségek? Tehát ez a modell, ez úgy alapban nem illeszkedik jó a feladatunkhoz, tehát itt jobban meg kell gondolni, mit csinálunk. Na de akkor mehet egy nasi. Hát ez engem bele lehet kizett gyerekek. Ez tényleg... Az előbb ez nagyon izgalmas dolog, hogy ez ilyen jó sikerült, mint a 10 próba. Mert néha még a számjegyek is volt ilyen nálunk, hogy amit kipróbáltunk a sőt, és a 10-ben rossz, mint a 10-ben. Próbáljunk ki egyet. Hát most hagyj fusson le. Lányom, most van a felénél kb. Mert ilyen 20 fog lemenni, és most vagyunk 9-ben. De látszik, hogy csökken a veszteség, végülis csökken, ahogy tanítjuk. Tehát lehet, hogyha éjszakára lehet bekapcsolni a számítást, azért kipróbálom, mert most a stream alatt nyilván nem akarok hozzak, de nem csökken olyan gyorsan, mint ahogy szokott csökkenni. Már simán 0,0 valami szokott lenni, hogyha a digitális kézzelítélyeket tanulja. Na, szóval ezzel is fogunk foglalkozni, szerintem ez romantizgalmas feladat, de nekünk emlékeztek, úgy kötjük össze, hogy a közben a Minecraftban is rajzoljuk a falut emlékszervét, ahol minden egyes 0-tól 9. Igen, mert most újra kezdte szerintem. Most csökken. Na és akkor mit gondoltok, megbírjuk tanítani szerintetek, hogy felismerje, és képes ezt felismerni, hogy 10-ig, mert az ember szerintem 10-ig nem ismeri föl ránézésre. Tehát ti most a 7-eset nem találtátok el. Na, és mi lehet utolsó válasz ilyen? Találtad, de nem találtad el most 10 ránézésre. Na figyelj, nézd meg, tehát itt 82, tehát a 0,6 az első pontosság, 0,8 most, tehát javult a pontosság, de ez sem az igazi még. Tehát ez, hogyha az eredeti képekre menne, ez 0,9925 meg ilyeneket hoznánk ki, tehát az majdnem 100%-os pont. Már jobb, mint a humán intelligencia, ez még azért nincs ott. Na persze, itt a humán intelligencia mit tud, azt nem tudom. Azt külön pszichológusokkal meg kéne. Lehet, hogy fel is dobom minden kérdést, hogy ők mit tudnak mondani erről, az ember, amit bír így utimból fel is meg. Na szóval ezt akartam elmondani, szerintem borzasztó izgalmas témába kezdtünk bele, úgyhogy remélem, hogy számíthatok a... Akkor benneket érdekel? Na szerintem az szuper jó lesz, és ehhez tényleg kell a nagy számítási kapacitás, úgyhogy ez remélem izgalmas feladat lesz. Ja, és akkor csináltam hozzá egy pár honlapot, ugye itt akkor a GitHubra feltettem a forrásokat, itt csináltam egy honlapot, a lebírja más is tölteni, a más is. Részletesen a blog.hu. A blogon meg elkezdtem leírni ugye itt részletesebben, hogy amit most néztünk, ugye ez a rémenes filmet belinkeltem, tudod ezt a esőembert, amire emlékeztetek.
Jó, meg ugye itt majd jobban írunk róla. Itt mondom, hogy le lehet tölteni, más kutatók is akarnak vele dolgozni, vagy más hallgatók akarja lebírák tölteni. És akkor itt meg maga a programokat tesszük majd ki. Na, akkor köszönöm, örülök, hogy nektek is tetszik, akkor sziasztok, köszönjünk el sziasztok, most. Sziasztok, hekkerek! Hello.